Ocskay Gáborral folytatódott a fecsegő, avagy Arcok, Harcok, Emberek, Életutak című esemény Sie Sándor újságíró vezetésével a Nyitrai úti közösségi házban. A házigazda elmondta, a fecsegő egy 4 éve tartó beszélgetős programsorozat, ahol főleg fehérváriak a vendégei. Cserpolkúj Csandrásra, a színházigazgatón keresztül Dávid Kornéltől, Vörös Zsuzsától át művészek sokasága jelent meg, illetve közéleti emberek, és hát itt volt többek között Kóbor meg az Omega énekese, az volt sajnos az utolsó nyilvános fellépése itt. De hát jöttek csak jó emberek és ismert emberek, olyanok, akiket tudok, hogy érdemes kérdezni, tudom, hogy azért érdemes kérdezni, mert jó fognak válaszolni. A rendezvény vendége ezúttal a magyar és a székesfehérvári jégkorong meghatározó személyisége, Ocskay Gábor volt, az első ízben Székesfehérvárnak bajnoki címet szerző Hajdani Volán csapatának a játékosa. Azt vesszük, hogy 1970 óta van Volán jégkorong, azóta nagyon sok, nagyon szép siker született. Hát ha ki kell emelni mondjuk egyet, személy szerint nekem a 99-es bajnoki cím az volt az, ami a elsőprő volt hangulatában is, akkor közel 3000 ember a Városháztéren várta a csapatot. Ocskay Gábor hozzátette, a 99-es bajnoki cím egy olyan mély nyomot hagyó siker volt, amely elindította a Volánt azon a felívelő pályán, amin most is van.